Szürke Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna Podcast, mondhatni egy különleges kiadása, amelyben a mikrofonnál kivételesen csak én vagyok. Ennek oka, hogy Rezső kérte szabad szabadidőt, hogy egy másik Szürke zónával kapcsolatos projekten dolgozhasson, melyet remélhetőleg hamarosan megoszthatunk veletek is. Mi már természetesen nagyon várjuk ezt a pillanatot, de addig is térjünk vissza a jelenbe, ahol végig fogom vezetni hallgatóinkat a mai témánkon a családvlogok sötét oldalán. Leginkább a YouTube egy olyan elvetemült részéről szeretnék beszélni, ami itthon szerencsére még nem nagyon található meg, ellenben mondjuk Amerikában már több család is gyárt ilyen tartalmat. Ezek a családvlogok egy olyan fajtája, amelyben bármit és gyakorlatilag bárkit kihasználnak annak érdekében, hogy minél több nézettséget és természetesen pénzt generáljanak. Találkozhatunk videókkal, ahol kapcsolatok mennek tönkre, mindenki megcsal mindenkit, és még le is buknak, majd szembe jönnek példák, ahol súlyosan betegek lesznek a sztárcsalád gyermekei, elvesztik a házukat, és még sorolhatnánk a különböző clickbait tematikákat. Azonban a korábbi clickbait adásunkkal ellentétben olyan mélységig tudnak süllyedni ezek a tartalomgyártók, hogy véleményem szerint nem lehet csak úgy egyszerűen abba az epizódba belesorolni ezt a kategóriát. Ahogy azt már említettem, a cél természetesen a nézettség és a pénz. Ha egy átlagos családvlogot vagy family vlogot készít az ember, akkor összetelti a kezeit, ha összejön százezer megtekintés, ami természetesen nem elhanyagolható eredmény, főleg ha belegondolunk abba, hogy mivel ezek a videók családbarát tartalomnak minősülnek, ezért a CPM, azaz a click per minute, ami meghatározza a reklámokból származó pénzt, valószínűleg sokkal kedvezőbb, mint egyéb videóknál, de ennek ellenére feltehetően nem gazdagszik meg belőle senki. Ilyen csatornák léteznek például Magyarországon is, és hál' Istennek extrém videókkal nem találkoztam, persze ez nem zárja ki, hogy találhatóak valahol itthoni példák is. Szerintem egyébként a probléma már ott kezdődik, hogy, hogy kihasználják ugye a gyerekeket a szülők, és hát legyen szó akár átlagos, akár ilyen extrém verzióról is, nekem már alapból ezzel a, ezzel a kihasználással problémám van. Nyilván itt megoszlanak a vélemények, és gondolom hallgatóink között is lesz, aki így valaki pedig úgy fogja hozzáállni ez az egész kérdéshez, de hát ugye saját tapasztalatom is, hogy találkoztam azért friss szülőkkel, akik teljesen máshogy álltak ehhez hozzá, hogy mennyit fényképezgetik, meg videózgatják a gyermeküket, vagy mennyire mutogatják őket a Facebookon, Instagramon, vagy egyéb platformon. Én egyelőre, mint nem szülő, külsősként valahol félúton képzelem el magam, mert nem feltétlenül gondolom, hogy hogy problémás az, hogyha feltöltünk képeket a, 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 saját babánkról, mert hát nyilván ilyenkor mindenki eltölt a büszkeség, és hát mégiscsak szeretné ezt a, ezt a büszkeségét megosztani a, a külvilággal is, de ettől függetlenül szerintem abszolút lehet túlzásba vinni, és, és hát nyilván a, a, az érdekes része ennek az egésznek, hogy, hogy hát a szegény gyerek nem sokat tud beleszólni ebbe, hogy mennyit mutogatják őt, akár mesztelenül, akárban, vagy akár, akármilyen helyzetben, és szerintem lehet, hogy ez egy kicsit erős túlzás, de úgy érzem, hogy valahol hozzászoktatják a gyereket a, a magamutogató szelfizős élethez is már ilyen korán, ilyen korai korban. De hát persze ezek, a, ezek, az érzések és ez a jelenség, ez, ez többszörösen felszorzódik ezeknél a családvlogoknál. Elképesztően pofátlannak kell lenni szerintem ahhoz, hogy a, párodat és a gyerekeidet ilyen videókban felhasználd. Bár én úgy vettem észre, hogy ilyenkor a szülők összedolgoznak, és, és közös döntés eredménye az, hogy megszülettek ezek a, ezek a vlogok, és valójában csak a kiskorú gyermekeiket használják ki pofátlanul. Ennek köszönhetően természetesen semmi sem szent, és ö, minden egyes videónak az a célja, hogy überelje az előző saját gyártott videójukat, vagy akár a többi család a tartalmát, és hogy, ö, és hogy mindig ö, a tempót tartsa, illetve még fel is pörgesse. Hihetetlenül brutális tartalmakat képesek feltölteni. Sajnos arra is volt példa, hogy bántalmazták a saját gyereküket, de hát erre majd az adás végén térek rá. Összeszedtem néhány példát ezek közül a családvogok közül, és hát ahogy haladunk majd tovább, és megismerhetjük egyre több ilyen családot, majd észre lehet venni egy trendet, hogy aránylag mondhatjuk azt, hogy a barátságosabb extrémmel kezdem majd ezt az egész témát, és ahogy haladunk végig, és megismerjük ezeket az új pacienseket, illetve vádlottakat, egyre durvább és durvább eszközökhöz folyamodnak annak érdekében, hogy híresek lehessenek. Ace Family. Ellen és Catherine McBroom. Hey, Ace Family! Első vádlottunk az egyik legnagyobb családlog jelenleg a Youtube-on, ők pedig az Ace Family. Nagyjából 19 millió feliratkozóval rendelkeznek, és a felvétel készítésekor körülbelül 4,4 milliárd videó megtekintésük van. Az index képeik és videó címeik alapján első ránézésre talán egy átlagosabb családoknak vagy családcsatornának gondolná az ember, láthatunk pár házbemutatót, bevásárlásokat, wellness hétvégéket, majd amikor bekúszik pár prank, azaz megviccelős videó, akkor már egy kicsit változatosabb tartalmat prezentál nekünk a csatorna, és hogyha elkezdünk különböző filtereket használni, akkor szépen lassan előbújnak azért a durvább videók is, félrevezető címmel és hát indexképekkel. Elfolyt a magzatvizem. Látnotok kell a férjem reakcióját. Elsőre nem derül ki, hogy egy prankről van szó, Ö, nyilván itt is az indexkép, meg hát a cím maga is azért sokkal komolyabb dolgot sugal nekünk, de hát nem sokkal később azért a videó során kiderül, hogy hát igen, a kedves feleség Catherine szeretné megviccelni a férjét, és hát utána derül fény arra, hogy igazából csak egy, egy jó kis megtréfálásról van szó. De feltöltöttek olyan videót is, ahol azt állítják, hogy betörtek hozzájuk, és hát nyilván, mint minden normális embernek, nekik is az volt az első reakciójuk, hogy bekapcsolják a kamerát, hogy felvételt készíthessenek az egész ö, eseményről, itt ezen a ponton megjegyezném, hogy hogy azért akár ezek a családvlogos videók, vagy maguk a nagy prank videók is, meg, meg azért olyan youtuberek, akik már több millió feliratkozóval rendelkeznek, sokszor olyan eszközök birtokába jutnak, amik eléggé hihetővé tehetik a videót. Többek között hát ugye különböző statisztákat és, és egyéb szereplőket is felbérelhetnek akár még rendőrnek beöltözött szereplőket is, és hát azért előfordult, hogy például rendőr autót is simán tudtak bérelni, akár a, úgymond a forgatás idejére. Úgyhogy itt egy kicsit nehéz megmondani, hogy hol van a határ, amikor valami ténylegesen megtörténik, és egy valós eseményt szeretnének bemutatni, és hogy mikor verik át a nézőket. Megmondom őszintén, hogy nálam azért ez a videó is elég is úrolja a határt, mert ahogy végigvezetnek minket, és szépen dokumentálják ugye a betöréstek a végeredményét, kicsit tényleg úgy tűnik, mintha meg lenne rendezve, ugye, hogy szétdobálják a cuccokat, kipakolják a fiókokat, meg ilyesmit, ott hagyják a 10 millió feliratkozós gyémánt YouTube gombot is, aminek azért nyilván van értéke, tehát így, így külön, különleges egy picit, hogy mit vittek el, meg mit nem vittek el, de hát ezt mindenki eldöntheti magának, hogyha esetleg bele szeretne tekinteni az észfeminének egy-két videójába, hogy melyik igaz és melyik nem. Aztán természetesen azért nem hagyhatják ki ők sem, hogy az egészségükkel szórakozzanak. És hát van például egy olyan videójuk is, melynek az a címe, hogy baj van, Catherine nem tud járni. Egy videó, ahol fájdalmai vannak a feleségnek, ami természetesen nem egy egyedülálló probléma egy terhesség közben, de a 23 perces videóból nem sokat foglalkoznak azzal, hogy mekkora fájdalmai vannak Catherinenek. Nyilván itt is kijönnek a mentők, beviszik őt kivizsgálni, itt azt mondom már egy ponton túl, hogy nem biztos, hogy színjáték az egész, de, de simán el tudom képzelni, hogy mondjuk volt egy kis baja a catherine és akkor azt mondták, hogy na jó van, hát akkor ebből faraghatunk egy kis tartalmat, úgyhogy játszunk rá erre az egész szituációra, hívjuk ki a mentőket, vitessük be magunkat, és akkor kiderül, hogy valójában nincsen semmi gond. És akkor ezzel párhuzamosan Ellen legalább a videónak egy nagy részét azzal tölteti, hogy bemutatja, hogy milyen nagyon szép és gyönyörű klafa nagyházat építenek, és hát megoszthatják azt is a nézőkkel, hogy mennyire megterhelő egy háznak a felépítése. Megjegyezném mellékesen, hogy közben már egy 1000 négyzetméteres álomházban laknak, és valójában csak egy bővítésről van szó, és minden egyes apró meg nagy munkát és megterhelő munkát természetesen a felbérelt munkások végeznek. Ehhez nyilván lenne egy-két szava a néhány ismerősünknek, akik tényleg saját kezükkel építették fel a házukat. De én legszívesebben inkább meg sem mutatnám nekik ezeket a videókat, mert eléggé elszomorítóak. Mennyire színlelik a fájdalmat, úgymond, és a, és a szenvedést. És hát még bőven lehetne sorolni egyébként a videóikat, már nyilván évek óta vannak a YouTube-on, és hát nyilván nem egy hónap alatt szedték össze ezt a rengeteg feliratkozót. De egyébként érdekes rámenni a csatornára, és beírni különböző keresőszavakat, vagy ilyen szűrőket beállítani. Mert elég gyakran fordulnak elő olyanok például, hogy fájdalom, vég, itt a vég, baj, vagy gond van, meg szakítás, és akkor többnyire rá lehet jönni, hogy pontosan milyen tartalmat is gyártanak és hát teljes mértékben megfigyelhető a trend, hogy ezekkel a kereső szavakkal folyamatosan generálják a drámát, és hát így próbálják föntartani a nézettséget. Ami végül is e, nem meglepő, hogyha belegondolunk abba, hogy egy olyan világban élünk, ahol a, a Kardashian család még a mai napig az egyik legpopulárisabb sorozatot vezeti, hát nemrég ugye a Kim és, és Kanye vagy Je közötti drámát is, ha tudomásom szerint, a következő évadban fel fogják dolgozni. Úgyhogy azért lehet látni, hogy, hogy ezek a különböző YouTube csatornák honnan, honnan szerzik az inspirációt. A valóság természetesen más mögött a mai nem tökéletes YouTube fátyja mögött. Több ízben csalással vádolják őket, mivel többek között adományokat zsebeltek be az általuk megszervezett jótékonysági rendezvényekből. Lakhatási engedélyek kapcsán is merültek fel problémák, mert állítólag az a ház, amit a videóikban bemutatna, forgatási területként volt bejegyezve, amihez más típusú engedélyek szükségesek, mint egy normál házhoz, amiben lakni lehet. Ilyen körülmények között arról is keringenek pletyák, hogy valójában már csak a pénz miatt vannak együtt, és több ízben megcsalták egymást. Nyilván a szerelem lángja már kihull, de hát ezt a lépést ugye nem igazán tehetik meg, hisz az egész brandjük, és életük és mindenük a körül forog, hogy ők a tökéletes családi imidzset mutatják be, és hát elég rosszat tenni a biznisznek, hogyha véletlenül szétmennének de az ő példájuk szerintem egy tökéletes belépő ehhez a családi vlog témához, mert nyilván van egy-két kellemetlenebb klikbétjük, meg azért, amikor már tényleg egymás egészségét próbálják megjátszani, kijátszani, ugyanakkor nem feltétlenül, nincs, nincs feltétlenül gonosz szándék e, amögött, amit csinálnak, egyszerűen, ugye, ahogy az angol nevezné, talán cringe néhány adásuk, vagy, vagy videójuk, de hát ennél sajnos még bőven van rosszabb. Prince Family Damian Antoine Prince és Bianca Ryan Reigns. What's good YouTube? You already know what it is. It's your boy Damian. Bianca! A következő vádlott, akiről beszélni szeretnék, az a Prince Family. Nekik nagyjából 9 millió feliratkozójuk van, és véleményem szerint már egy durvább kategóriába tartoznak, mint az Ace Family, mert bár többnyire az ő esetükben is csak clickbait a vád, de ezen belül is szerintem azért tudnak még újat mutatni ebben a kategóriában. Széjjegyzetként megjegyezném, nyilván a hallgatóink ezt így audio formán keresztül nem igazán tapasztalhatják, de hogyha eddig nem ismerték volna a Caps Lock gomb fogalmát, akkor a Prince Family videóinak címeiben rendesen megismerkedhetnek vele. Ahol azért kiderül, hogy ők sem restek különböző érzékeny témákat kiátszani, megjátszani, annak érdekében, hogy minél több nézettséget szedjenek össze. A 12 éves öcsém elszökött otthonról. Kérlek, segítsetek! A kérlek segítsetek rész, így a videó megjelenésével természetesen teljesen felesleges, hisz és spoiler veszély. A videó végén megtalálják az öcsköst, és hát a megtalálják ott eléggé idézővel beteszem. De ennek ellenére, hogy, hogy szerintem minden normális ember érzi, hogy, hogy ez az egész szituáció ismételten csak meg van játszva, azért szörnyen nehéz végig szenvedni, ahogy ezt a kamu szituációt próbálják prezentálni és úgy érzem, hogyha tényleg eltűnt volna egy kiskorú gyermek, akkor senki sem úgy viselkedne, mint ahogy azt a videóban megfigyelhetjük. Ugye se a gyerek apja, se pedig az Ace Family tagja idén és Bianca nem lennének ilyen nyugodtak, vagy talán mű műfeldultak, mert nagyjából minden szereplő csak jó brózza egymást telefonon keresztül, hogy ki mit csinált, ki mikor, hol volt, és ki látta utoljára a gyereket, és nem túl izgatott senki annak ellenére, hogy megint csak egy kiskorú családtagról beszélünk. De hát nem áll meg a vonat itt, hisz saját gyerekeiket is bőven kihasználhatják, mint például a, abban a videóban, ahol azt közdik, hogy Ayla, az egyik gyermekük elvesztette hallását. És ezen a ponton szerintem kezdünk behatolni ebbe a tiltott zónába, amikor is saját gyerekeidet sokszor hát csecsemőd kárára készítesz videókat. A diszonancia már a videó kezdésénél érezhető. Megszólal a szomorú zenei aláfestés, amit a feleség Bianca elmeséli, hogy nem tudott már más tenni, csak sírt és sírt az édesanyjának, amikor megtudta a hírt. Majd bum, jön a happy intro, ahol mindenki ugrál örömében. Aztán következik a szokásos What's up, guys? Hogy vagytok? Miklafán kalafán érezzük magukkal, csupa mosolygás, éneklés. Ahol is majdnem elhánytam magam az undortól, hogy, hogy hogy lehet ilyen módon kihasználni a gyerekednek a, a betegségét, vagy akár fogyatékosságát. És hát haba tortán, hogy a videó alatti rögzített komment, amit a készítő ö, írt oda, az sajnos nem más, mint a egy like egyenlő egy ima, ami szerintem megint csak hány keltő, de le a hallás károsultságra vissza is térünk egy másik videóban, amikor is Nova, egy másik gyerekük szintén elvesztette hallását, be is van csillagozva még a címben, hogy rossz szülők vagyunk. Úgy látszik, a témaválasztás korábban is bevált, úgyhogy egy másik gyereküknél is eljátszották ezt, akinek szintén problémája van a hallással. A három és fél perces éneklés, reklámozás miután véget ér, rátérnek a témára, ahol kiderül, hogy hát igen, vannak gondok, de azért egyébként a videót megpróbálják nagyon boldog hangulatban végigvezetni. Egyébként a majdnem 20 perces videónak a konklúziója az, hogy Novának állítólag valamilyen enyhe magas frekvenciájú hallászavara zavara van, ami ha minden igaz, akkor nem fogja őt semmilyen módon hátráltatni. Talán, hogyha zenész szeretne lenni, akkor ö, okozhat később gondokat. De itt már kiderül, hogy ennél a videónál a címmel ellentétben nem igazán süketült meg a gyerekük. És hát sajnos ilyenkor merül fel a kérdés, hogy vajon Ájlának és Novának egyáltalán van-e bármilyen problémája, vagy bármilyen fogyatékossága a hallászavara, mert megint csak egy olyan csatornáról beszélünk, ahol ugye több millió feliratkozó van, pumpálják ki a videókat rendszeresen, ami bőven eredményezheti azt, hogy akár egy orvost is felbérelhetnek, vagy egy kamuorvost, egy, egy rendelővel, és, és simán be lehet adni azt a történetet, hogy a gyerekeiknek hallás zavara van, és hát ezen a ponton nyilván egy, egy hallókészülék sem okozna nekik túl nagy problémát, hogy ezt berendeljék. Tehát a YouTube karrierjük során Bianca teherbe esett, úgyhogy hál' Istennek a magából a 9 hónapból is rengeteg videót ki lehet préselni, és hát számomra az egyik legmegrázó pillanat az a videó volt, melynek azt a címet merték adni, hogy nincs szívdobogás. Azt gondolná az ember, hogy miután kihasználták gyermekeik egészségét, talán nincs tovább, de ők úgy döntöttek, hogy igenis. Még, még lehet nyugodtan feszegetni a, a határokat, és így született meg ez a videó. Ami azzal indít, hogy Biancát berakják a mentőautóba, majd váltanak korábbra, ahol a férj aggódik a terhes felesége miatt, szemmelik megint csak az imádkozós emojit, és kérik a nézőket, hogy, hogy imádkozzanak Biancaért. Ezen a ponton azért szeretném kiemelni, hogy, egy, hogy eléggé nehezen tudtam végignézni ezt a videót, mert tele van búsíteléssel, össze-vissza beszélnek, ugrálnak a témák között, és nagyon lassan lyukadnak ki a lényeghez. Természetesen megint csak, hogy a, a watch time növelhessék, hisz ugye minél hosszabb a videó, annál több reklámot lehet rárakni. A 14. perc környékén érünk csak el arra a pontra, hogy nem találják a gyermek szívtabogását, mert annyit mozgolódik az anya hasában, hogy ezt nehéz behatárolni. Hát ugye ezen a ponton mondtam azt, hogy eldobom mindjárt az egeremet, és kirepülök ehhez a családhoz, de hát miután megnyugszik mindenki, mert hát a gyerek él és, virgul még a, pociban, további 15 percnyi halandzsázás következik, tehát végül is uh, megint csak egy clickbait, egy durva, extrém clickbaitről beszélünk. A probléma szerintem ott van, hogy ránézésre valóban úgy tűnik, hogy voltak gondok a gyerekekkel, de nehéz elhinni mindent, és nehéz meghatározni, hogy hogy mi történt meg valójában, és mi pusztán clickbait egy olyan csatornán, eh, ahol ezeket a dolgokat rendszeresen kihasználják. Látszólag állának tényleg van halló készüléke, de például egy orvossal való beszélgetést, vizsgálatot soha nem látunk, pedig véleményem szerint egy ilyen családvlog tuti -e fölvenni ezeket a pillanatokat is, ha igazak lennének. Az érthető lenne, ha azért osztanák meg ezeket az élményeket, hogy segítsenek másokon, akik esetleg hasonló helyzetben vannak, de az ő videóikba egyszerűen nem látom bele ezt az oldalt. Teljesen úgy érzem, hogy csak az a 27 millió videó megtekintés lebeg a szemük előtt, amiket ezekből a videókból összeszednek. Ugyanakkor még az is hozzátartozik az egészhez, hogy az Ace ellentétben az ilyen komoly problémákat nem úgy találják, hogy valójában csak az egyik szülő megvicceli vagy megtréfálja a másikat, hanem ténylegesen halálosan komolyan prezentálják, hogy betegek a gyerekek, fogyatékosságaik vannak, Gond van a magzattal, gond van az egészségükkel, és szerintem ez már egy sokkal rosszabb fajtája a klikbétnek, mert komoly pénzeket tudnak kiszedni a hallgatóikból, nézőikből, azzal, hogy különböző támogató linkeket megosztanak, ahova lehet utalni pénzt, és hát kihasználják teljes mértékben a hallgatóikat. De sajnos még náluk is vannak rosszabbak. LeBrand fam. Cole és Savannah Rose LeBrand. Hey boys and girls, welcome back to the vlalalalalalove! A számok ennél a családnál is hasonlóak, mint az előző elkövetőknél. Nagyjából 13 millió feliratkozó és 4,5 milliárd videó megtekintés. Az viszont már sokat elárul a tartalmuk mi voltáról, hogy minden videó alatt le vannak tiltva a kommentek. Egyébként ők érdekes módon egy kicsapongó vad rebellis fiatal pár helyett egy valamelyes konzervatívabb keresztény imidzset választottak maguknak. Kezdjünk az ő esetükben is egy enyhébb videóval. Baj van, nem hiszük el, hogy ez történt szavanna hajával. Talán még az ártatlanabb klikbét kategóriába tartozik, túlzó indexkép és cím. Aztán 10 percnyi semmi után kiderül, hogy csak egy kis leim került a nő hajába, mivel a gyerekekkel éppen ezzel szórakoztak. De csak mert szeretem felvezetni ezeket a remek csatornákat egy kis mondhatni ártatlanabb klikbétel, készítettek egy olyan videót, aminek az volt a címe: hogy a lányunk véletlenül ezt csinálta a szavanna szemével. És hát a, a kis képecskén egy szemét fogdosó szavanna látható. Ha külön megnyitjuk egyébként ezt az index képet, ugye ezt külön meg lehet így a, az oldal keresztül nagy formátumban is nyitni, akkor lehet látni, hogy azért egy kis fotosopolással sikerült felnagyítani az érintett szemet, és jól be is pirosították, és be is dagasztották, hogy azért hatásosabb legyen a prezentálás aztán a videót megnyitva, pár másodpercnyi aggódással vezetik fel az egészet, majd egy nagyjából 5-6 percnyi bevásárlás, stékkészítés, mindenki boldog és happy és tökéletes család, és akkor végre nagy nehezen elérünk ahhoz a pillanathoz, hogy mi is történt, és hát állítólag a lányuk valamilyen ceruzával a Kora este folyamán belenyúlt az anyja szemébe, de hát ezen a ponton megint csak simán bekamuszhatják az egészet, mert hát videófelvétel nem készült, és semmi bizonyíték nincs arra, hogy itt bármi történt volna. Még azt is mondhatnám, hogy mondjuk egy 30-40 másodpercig dörzsölgette azt a szemét, hogy irritált legyen a szem környéke, és, és hogy bekönnyezzen, és már el is intézték a, a klikbétek megfelelő bizonyítékokat. Viszont ami azután következik, az egy kicsit érdekesebb, és lehet rajta csámcsogni. Az egy dolog, hogy 5 percig húzzák el ezt a nagyjából 20 másodperces történetet, de kiderül, hogy a kislány is ott van mellettük a szobában, és megkérdezik, hogy jaj, hát emlékszel, amikor szemben szúrtad anyát, és mennyire megijedtél, és aggódtál, hogy minden rendben van-e, és ugye a kamera a gyermeket veszi, és olyan szinten ráncolja a homlokát, és nem érti, hogy most éppenséggel mi történik körülötte, és hogy miről beszélnek a szülei. Szerintem nagyjából fogalma sincs, hogy, hogy most anyuéképpen mit akarnak rákenni. Hát én őszintén szóval hangosan felrőgtem ezen a ponton, annyira, annyira kellemetlen volt ez az egész szituáció, de utána hamar el is vágnak erről az egészről, és, és folytatják tovább a videót, mintha mi sem történt volna. És hát persze azért vannak még hasonló videók, meg egyébként ugye az ilyen témák kutatása közben azért elég, elég észre lehet venni, hogy, hogy mennyire vicces, hogy hogy követik a trendeket ezek a családvlogok is, meg tényleg minden egyes kategóriában, hogyha belegondolunk, hogy Youtube-on van, van egy kedvel csatornánk, akkor mennyire megfigyelhető, hogy ők is mennyire tudják követni a trendet, és az összes hasonló tematikájú csatorna mindig meglovagolja ezeket a témákat. Ugye náluk is például terhes volt vanna, amikor már, már nagyban vlogoltak, és hát ugyanúgy megtalálhatóak a, a hasfájós videók, a jaj, mi lesz velünk, biztos, hogy jó ez így, apát rákötjük a terhességi szimulátorra, meg hát mondjuk a durvábbak is, amikor már az van a címben, hogy hát reméljük, hogy nem lesz koraszulott a gyerek ebből és abból az okból kifolyólag. Szerintem csak a terhességből egy-két tucat videót simán kipréseltek. Ezekből rengeteg videót megtalálhatunk, és hát az ilyesmivel nem is lenne feltétlenül gond, de sajnos a csatornájuk nem áll meg itt. A 2018-as kaliforniai tűzvész idején sajnos ők sem voltak restek bekamúzni azt, hogy nagy bajban vannak, és, és mindenkinek a segítségét kérik, ezzel is generálva egy kis extra drámát és lehetőséget arra, hogy nyerészkedjenek az aggódó nézőikből. Az ügy akkor lett csak problémás, amikor a szomszédoktól kiderült, hogy az állítólagos evakuációs felhívást senki más nem kapta meg ezen a környéken a Lebron családon kívül. Természetesen ez okozott némi feszültséget a közösségükben, mert hát többeknek voltak ismerősei, rokonai, akiket ténylegesen evakuálni kellett a tűzvész miatt az érintett zónákból. Ahogy a következő példánkra is igaz lesz majd ez, itt a tűzvészsel kapcsolatos videójuknál is utólagosan megváltoztatták a videónak a címét, és talán még a, az index képét is, de ettől függetlenül szerintem azért bőven észrevehető, hogy, hogy mennyire próbálják befolyásolni a nézőiket, és mennyire próbálnak hatni mindenkinek az érzésére, hogy, hogy ilyen ekkora aggodalmat keltenek mindenkiben, úgyhogy gyakorlatilag tudomásom szerint több mérföldre voltak a, a ténylegesen érintett zónáktól. És hát sajnos itt kezd el előbukkani a Lebrant family a, a különlegessége, hogy bár ugye ezt a konzervatívabb keresztény image választották, sajnos ők rendszeresen szeretik manipulálni a nézőiket, mely a később megjelent dokumentumfilmjeikből is kiderül, mint például az a videó, melyet úgy neveztek el, hogy rákot diagnosztizáltak nála dokumentumfilm. 2021-et írunk, amikor elérünk ehhez a legvitatottabb videóhoz, melynek eredeti index képe alapján arra gondolhatna a néző, hogy a Leberant család egyik gyermeke lett rákos. Ezt a képet azóta megváltoztatták, mert ugyan le vannak tiltva a kommentek, de azért a különböző platformokon ezzel kapcsolatban azért kaptak némi visszajelzést, negatív visszajelzést, és hát ennek eredményeképpen megváltoztatták az eredeti képet. Valójában arról van szó ennél a 4 millió megtekintéssel rendelkező videónál, hogy ismeretlen családok halálosan beteg gyermekeit használják ki annak érdekében, hogy bemutathassák ezt a dokumentumfilmet, és, és próbálják bekamúzni azt, hogy ők szeretnének segíteni, és szeretnének egy kis reflektorfényt világítani erre a problémára. Sajnos magával a clickbait címmel és indexképpel párosítva nem igazán lehet ebbe a videóba belelátni, hogy ez a szándék őszinte lenne. De mi itt a Szürke a Podcastnél nem csak kritizálni tudunk, hanem adott esetben megoldásokat is keresünk az ilyen jellegű problémákra. Tehát mit is lehetett volna tenni annak érdekében, hogy ne egy alakként jöjjenek ki ebből a videóból? Hát ugye kezdésképpen más címet és indexképet választhattak volna, és egyértelművé tehették volna, hogy nem a saját családtagjaikról van szó, hanem egy dokumentumfilmről. Megjegyezném mellékesen egyébként, ezért ezt a dokumentumfilm kifejezést is eléggé túlhasználják manapság, és minden youtuber azt hiszi magáról, hogy mekkora dokufilm készítő, de ez már mellékes. Majd persze el lehetne kerülni azt is, hogy mondjuk három percig saját magukat fényezzék, hogy mennyire szerencsés helyzetben vannak, hogy van pénz, van boldog család, meg van mindenféle adott körülmény, amitől tökéletes lehet az életük, hanem mondjuk egyből láttérhetnének a lényegre, kezdésképpen mondjuk a gyerekeket vagy nem mutatni a videóban, vagy kitakarni őket, hogy ne tűnjön úgy, mint hogyha nyerészkednének a betegekből. Esetleg a szülőkkel nyugodtan lehet készíteni interjút, hisz ők eldönthetik, hogy szeretnének-e szerepelni, vagy nem a videóban. Adott esetben bemutatni azt, hogy Amerikában mennyire nehéz dolga van annak, aki egészségügyi szolgáltatást szeretne igénybe venni, ami ténylegesen igaz is, mert nem sok támogatást kap senki, tudtommal ott kint Amerikába és esetleg mondjuk nem a család arcába tolni a pénzt, hogy nesze itt van ezer dollár, csak hogy lásd, hogy mennyire gazdag vagyok, hanem esetleg, még hogyha nem is szeretnének utólagosan bármilyen jótékonykodós linkkel szórakozni, akkor legalább azt felajánlani, hogy a videóból bejövő pénzt akkor a beteg gyerekek kezelésére szeretnék átadni. És hogyha még nagyon spúrok is lennének, nyilván senki soha nem fogja megtudni, hogy pontosan mennyi pénz jött be ebből a videóból, szóval akár még, hogyha nagyon akarnának, le is csatolhatnának valamennyit a végösszegből, de legalább a külvilág szám számára egy szép gesztus lenne, meg hát nyilván a család számára is. Most az, hogy 1000 vagy 1100 dollárt kapnak, végül is az ő részükről szerintem már alapból is egy, egy szép gesztus, nem hiszem, egy centra pontosan megpróbálnak kivérni, hogy mennyit adnak. És hát sajnos a problémásabb videók itt sem állnak meg, ugyanis az adás felvétel előtt nem sokkal publikáltak egy másik dokumentumfilmet, mely az abortuszról szól. A film egyből azzal kezdődik, hogy prezentálnak néhány meghökkentő statisztikát, mint például, hogy a ruandai népírtástak 800 ezer, a kambodzsai népírtástak 3 millió, a holokausznak 11 millió áldozata volt, majd, hogy Amerikában összesen 62 millió abortusz volt. Tehát kapásból jól tartalunk egy népírtás abortusz hasonlattal. És bár a videóban azt mondják, hogy szeretnének egy nyílt beszélgetést tartani a témával kapcsolatban, a mondali valójuk mögött egy elég erős manipuláció érezhető, hogy valójában mit is kellene éreznie mindenkinek az abortusszal kapcsolatban. Mondogatják, hogy van döntés lehetőség, de leginkább több konzervatív álláspontot is pételgetnek, és végül leginkább szidalmazzák azokat a nőket, akik az abortuszt választják. Ö, nyilván az abortusz és az e körüli pro-choice, pro-life kérdés egy külön adást megérdemel. Azért a, a friss fejlemények alapján, hogy Texasban is betiltott, az abortuszt. Rengeteg beszélgetést kezdeményezett azért az utóbbi időben, és gusztustalannak tartom, hogy egy egy csatorna, amely több millió feliratkozóval rendelkezik, ilyen súnyes és alattomos módon képes manipulálni a nézőiket. Annak érdekében, hogy a, a saját konzervatív nézeteiket megpróbálják ráerőltetni mindenkire. A Rákos klikpétel ellentétben, ahol azért a lájkok túlnyomó többségben vannak, Ennél a videónál jelenleg a 66 ezer lájkot erőteljesen elnyomja a 300 ezer Sajnos a kommenteket ez alatt a videó alatt is kikapcsolták, de ettől függetlenül a különböző platformokon uh, még azért posztolnak véleményeket a követőik is. Ahol azért többen csalódásukat fejezik ki, hogy, hogy hogy lehet egy ilyen videót gyártani, és hogy lehet ennyire manipulálni mindenkit. De sajnos az ő életükben sem csak generált dráma van hanem magánéletükben is azért találhatóak megkérdőjelezhető döntések, mint például, hogy 9 éves lányukat Everlane magánoktatásra kényszerítették, hogy segíthessen fiatalabb testvéreinek nevelésében. Besorolható lenne a parentifikáció kategóriába, mely jelenség a szülő-gyermek szerep felcserélődését a gyermek életkorának nem megfelelő mértékű felelősségével való felruházását jelenti. Azért ez a, az információ szerintem akkor igazán érdekes, hogyha belegondolunk abba, hogy párhuzamosan az abortuszos videóval történt, ahol arról beszélnek, hogy mindegy, milyen körülmények között élsz, tartsd meg és neveld fel a gyereked, nem számít, hogy mennyi pénzed van, meg hogy az apa hol van, de ők azért kiveszik a lányukat az iskolából, mert hát még milliómosként sem tudnak fölnevelni két darab, két-három éves gyereket, pedig nekik aztán tényleg nincsen sok dolguk, nagyjából csak hátra kell dőlniük, és az idióta a dokufilmjeikből, meg a 20 perces semmit mondó családvlogjaikból csorognak be a milliók, nem kell azon gondolkozniuk, hogy napról napra éljenek, és hogy megpróbálják megpróbáljanak tartani, akár egy 30-40-50 négyzetméteres lakást, hanem ott e, lakhatnak gyakorlatilag a villájukban a, a, tökéletes családi image kellős közepén. Itt kivételesen sajnos viszont nem tudok szolgálni semmilyen hasznos tippel, tanáccsal, hogy, hogy hogy lehetett volna elkerülni ezt az egészet. Hát nyilván a legegyszerűbb módja az lett volna, hogy el sem készítik ezt a videót, és nem próbálnak ennyire megint csak önfényezni, és, és megpróbálni befolyásolni mindenkit, hogy az ő konzervatív nézeteik a megfelelő álláspont, és nem kell szerintem még plusz olajat önteni arra a tűzre, ami az, az egész prócsó Prolife, Pro Life, amit nyilván, mint korábban említettem, szerintem majd egyszer valahol kibeszélünk egy külön adásban. mert úgy érzem, hogy itt abszolút diszonancia van a valóság és, a, és, az ő nézeteik között, mert, mint mondottam, ők olyan körülmények között élnek, ami abszolút lehetővé teszi azt, hogy probléma nélkül egyébként felnevelhessenek három gyereket, még akkor is, hogyha ők úgy gondolják, hogy nekik nagyon nehéz a fiatal gyerekek felnevelése, és olyan idióták, hogy kiveszik a gyereküket az iskolából, és magánoktatásra kényszerítik. És hát a még egy ö, ö, adott esetben két-három éves gyermek ö, kihasználása tartalomgyártás érdekében már azért szintén csak egy guztustalan tevékenység. Ott még talán lehet azt mondani, hogy Annyira fiatal gyerekről beszélünk, hogy szórakozásként fogja fel ezt az egészet, hogy milyen jó, hogy a, a, anya és apa ennyit foglalkozik velem. De úgy érzem, hogy azért, amikor már egy 9 éves lányról beszélünk, akkor az ő esetében már azért komoly károkat okozhat az, hogy folyamatosan hajkuráztik el a drámát. Hisz ő azért már teljesen másképp tudja fölfogni ezeket a dolgokat, és uh, adott esetben már beleláthatja a, a, a valóságot is, ami ami sokkal csúnyább uh, annál a fátyolnál, megint csak amit itt a Youtube-on prezentálna. Tehát sajnos megint. Uh... Léptünk egy lépcsőfokot, és a, a különböző clickbait és kihasználáson felül most már ugye elég erős és durva manipuláció is belekerült a mixbe, ami szerintem rettentő, gusztustalan és elítélendő, főleg akkor, amikor 10 plusz millió feliratkozóval és több milliárd videó megtekintésről beszélünk, mert egyszerűen akkora ereje van már az ő szavuknak, akarva akaratlanul is, hogy én úgy érzem, hogy nem lehet megengedni azt, hogy ilyen szinten megpróbálják manipulálni a közönségüket. Mielőtt látérnénk a, az adás fény, hát vagy inkább sötét pontjára, azért szeretném kiemelni azt, hogy Everlyen kívül többnyire azért sokkal fiatalabb gyerekekről beszélünk, ahol azért talán kijelenthető az, hogy a gyerekek nem feltétlenül vannak tisztában a szituációval, hogy a szülők miért ennyire szomorúak, vagy hogy egyáltalán mi történik körülöttük. És ezen a ponton nem mehetünk el szó nélkül Jordan Sajan mellett sem, aki arról lett hírhet, hogy feltöltött egy videót, melyben elfelejtette kivágni azt a részt, amikor is a gyerekét arra utasítja, hogy menjen hozzá közelebb a videóban, boruljon a vállára, és hogy csináljon úgy, mintha sírna. És hát ez a, ez a gyermeki értetlenkedés itt nyilvánul meg a legjobban ebben a nyers felvételben. Mikor is a gyerek azt válaszolja, hogy de én tényleg sírok. Ugyanis tudni kell, hogy a videó elkészítése előtt meghalt a család kutyája, ami a fiút érthetően rosszul érintett. De sajnos a gyermek természetes reakciója nem volt elegendő az anya számára, így egy kicsit látványosabb reakciót kívánt meg tőle. És hát ezzel a kis videóval ugye betekinthettünk a családlogoknak abba az oldalába, ami, ami ugye ki van vágva a, az összes többi videóból, hogy mennyire kényszerítik a szülők a gyermekeiket arra, hogy valamilyen módon reagáljanak, vagy hogy, vagy hogy, hogy erősebben sírjanak, szomorkodjanak, meg hogy mennyire generálva van ez az egész életmód, mennyire generálva vannak a szituációk, a drámák, és hogy a szülők mi mindenre képesek annak érdekében, hogy videóik minél több nézettséget generáljanak. Azonban sajnos azt kell mondanom, hogy sem Jordan Cheyenne, sem előző vádlatjaink nem érhetik utol az utolsó családot, akiről szeretnék beszélni. Daddy O5, Michael Christopher és Heather Martin. What's up, Team dio What's up, Team dio Nos, hát talán ők az a család, akiket a legsúlyosabb vádak érintik, és egyáltalán nem fogták vissza magukat, és olyan szinteken használták ki a gyerekeiket, még garantáltan maradandó traumát okoztak nekik. Szerencsére mostanra már múlt időben beszéltünk erről az esetről, ugyanis a YouTube csatorna törölve lett, az ötből két gyermek visszakerült a szülőanyja felügyelete alá, továbbá Michael és Heather öt év felügyelt próbaidőre lettek ítélve, és meg lett tiltva nekik, hogy tartalomgyártás céljából videókat készítsenek a gyermekeikről. A pár egy ideig próbálkozott alternatív csatornákkal, de szerencsére a YouTube gyorsan törölte ezeket is, és a régi videók újra feltöltései is gyorsan eltűntek a platformról, bár ez utóbbi nem teljesen igaz, mert azért én is még sikeresen megtaláltam egy-két nagy slágerüket a múltból. A csatorna egyébként pályafutása alatt nagyjából 750 ezer feliratkozóval rendelkezett. Hát egy megkökentő 176 millió videó megtekintése volt összesen így a feltöltéseiknek. Ezeket a számokat szerintem egyébként érdemes a téma kibeszélése közben végig szem előtt tartani. De lássuk is, hogy mit is követett el pontosan a Dedio 5 csatorna és a családvlog, ami ennyire intenzív reakciót érdemelt ki magának. Sajnos az elejétől fogva eléggé látható és érezhető volt, hogy a szülők nem a legtanultabb rétegbe tartoznak, és hát eléggé súrolják a rednek kifejezéshez köthető sztereotípiákat. Gyakran úgy kommunikálnak egymással, hogy túlövöltik a másikat, rendetlen és mocskos körülmények között élnek, és rendszeres kütérései vannak akár a szülőknek, akár a gyerekeknek is. A mostani példaként egy tetszőleges epizódot ragadtam ki 2016-ból, ami a következőképpen nézett ki. You lost it. Why? Because if you're not gonna do what you're told and hold your own in this house, you're not gonna benefit from this house. Now do what I said to do. No questions asked. All the stuff I do for you, all the things you have. Why you have the camera? Because I got a vlog. This is my life. Do what you're supposed to be doing. I told you to vacuum. It's so hard. So hard to vacuum, isn't it? Why don't he get up? He wasn't out here saying he was bored! Do what I said! Now! No bad talking! Shut your mouth and get it done! Kialakul egy konfliktus, melynek köszönhetően az apa elveszi a gyerekek Xbox-át, majd elkezdenek vitázni és üvöltözni egymással. Az egyik fiú megkérdezi a vita közben, hogy miért van kamera az apjánál, mire érkezik a válasz mert vlogolnom kell, ez az életem, most pedig menj és porszívózzál fel. A fiú dolosan kirohan, miközben az apa tovább kiabál vele, majd nem sokkal később háborog a gyerek, hogy korábban az lett neki mondva, hogy söpörjön fel máshol, most pedig azért van büntetésben, mert nem porszívózott föl. A szituáció egyébként kicsit érthetetlen nézőként, de egyenlére betudhatjuk annak, hogy a pillanat hevében mindenki csak mondja a magáit. Ahogy mennek tovább a történések, az egyik pillanatban úgy rájövőlt az apa a fiára, hogy a srác visszaugrik a félelemtől, mintha arra számítana, hogy az apja meg Fogja ütni őt. Majd a gyerek kirángatja a porszívót a szobában miközben az apa megvádolja, hogy soha nem csinálja meg a munkát, amit kiosztanak neki, és hogy állandóan csak keresi a kifogásokat. Ekkor már valamelyest a sírás kerülgeti a fiút, hogy ő nem is mondott semmit, és az apa megint rá bá, hogy ha azt mondom, csinálj meg valamit, akkor megcsinálod. Közben persze vannak vágások is, amikor valószínűsíthető, hogy a gyerek reagál valamit, ami nem fér bele a narratívába, és folytatódik a vita, elhalkuló hangon reagál a srác, hogy de azt mondtad, hogy. és reagál az apa, nem mondtam semmit egyből félbeszakítja. A fiú panaszkodik, majd az apja ismét ráförmet. Kussoljál el, és csináld, amit mondok. A fiú ezen a ponton látványosan feszült és kiszolgáltatott helyzetben van, folyamatosan a sírás kerülgeti. Ezen a ponton már nagyjából 5 percen nézhetjük ezt a megalázást, ami egyébként összesen 10 percig tart egy 23 perces videóban. De ezek a remek meghitt pillanatok nem állnak meg itt. No no, 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 turn around! Turn around! Turn around! No! You had it, not it up! I know, because You're outside. Weed whacking the grass looking like a fruit loop with your, with your shirt knotted up. Stop being out there with your shirt knotted up. You don't look right. Oh, it's baggy. You mean it fits? Don't be out there looking like that in front of my house. Get that done. nagyjából 5 perccel később, amikor az apa előveszi a másik fiát, aki kimenne éppen az udvarra, megállítja őt az ajtóban, hogy mutassa meg a pólóját. A srác kicsit vonakodik, mert érezhető, hogy az apja cukkolja őt, ugyanis kiderült, hogy egy nagyobb méretű lenge póló van rajta, amit a srác hátul felkötött, hogy ne logjon le csak úgy a pólója, melyre az apja azt reagálja, hogy úgy nézel ki, mint egy fruit loop, amely egy degradáló szleng kifejezés, amit őrült vagy homoszexuális emberekre használnak. Folytatja, ne csomozd össze a pólódat, nem nézel ki helyesen. És nem menje ki, és ne nézzél ki így a házam előtt. Remek szülői nevelés. Vágás az anyára, akinek panaszkodik, hogy milyen rendetlen a két fiú, és hogy a harmadik fiúk az egyetlen, aki rendes és szófogadó, majd a kamerát a nő arcába nyomja annak ellenére, hogy már többször felszólította őt, hogy ezt hagyja abba. Ez még egy valamelyes korábbi videójuk, úgyhogy itt még nem igazán alakult ki az összefogás kettőjük között, hogy, hogy nem piszkálják egymást, hanem hogy csak a gyerekeket basztatják. És hát ez sajnos csak egy videó a remek felhozatalukból. Egyébként az összes többi feltöltésük hasonló forgatókönyvvel rendelkezik, megalázzák a gyerekeket, generálják a konfliktust, végig kiabálják az egész epizódot, a gyerekek frusztráltak, stresszesek, és nem egyszer megtörnek és elsírják magukat, miközben nem értik pontosan, hogy mi történik körülöttük. És itt kanyarodnék vissza arra a pontra, hogy a gyerek fel van háborodva, hogy most azért van büntetésben, mert nem porszívózott föl, miközben korábban azt a idézőjelesen utasítást kapta, hogy neki valahol máshol kell felsepernie, és ez egy visszatérő motivum, Sajnos az összes videóban konfliktus azért alakul ki, mert lecseszik a gyerekeket olyan dolgokért, amiket nem is követtek el. Később ugye ezt megint ők is csak prankként, azaz ugye megtréfálásként kategorizálják, és, és, hogy úgy viccelik meg a srácokat, hogy saját maguk szülőkként elrontanak, vagy összemocskolnak valamit, majd kiválasztják, hogy éppen aktuálisan melyik gyereket basztassák az aznapi epizódban, leültik a fejét, és megfenyegetik olyas valamiért, amit ő nem is követett el. Többek között a legidősebb fiút is egyébként befolyásolja az apja a nepotizmus útján, hogy mentálisan gyalázza meg fiatalabb testvéreit, és nem egyszer komoly sérüléseket is elszenvednek emiatt a gyerekek. Mert hogy neki dobálgatják ajtóknak, szekrényeknek a fiúkat, meg a lányt is, és nem egyszer felsérülés lesz a, a következménye ezeknek a konfliktusoknak. Ezen felül még fel is pofosztatják egymást a gyerekekkel, hogyha mondjuk valamilyen játékot játszanak, és valaki veszít, akkor azt jól megpofozzák a többiek. Emiatt nem egyszer hiszterikus állapotba kerül az összes gyerek. Miután lekapcsolták az összes videójukat, feltöltöttek egy bocsánatkérő videót is. hello team do5 this is going to be a bit of a different video than we usually do um, this has been the absolute worst week of our life and we realize that we have made some terrible parenting decisions and we just want to make things right Ez egy más jellegű videó lesz, mint amit általában feltöltünk. És hogy a videót megelőző hét volt az egyik legnehezebb hét az életünkben. És rájöttünk, hogy hoztunk pár rettenetes szülői döntést, és jóvá akarjuk tenni a dolgokat. A férj folytatja: Az elmúlt egy hétben volt időnk hátralépni és megfigyelni azt, hogy hogyan viselkedtünk, és hogyan láthatnak minket a nézőink, és megértem, hogy mit éreznek a rajongóink. Elismerem és tisztelem, hogy mindenki mit gondol ezzel kapcsolatban, és elfogadjuk, hogy feltöltöttünk dolgokat az internetre, amiket nem kellett volna folytatja Heather. Anyaként az elmúlt egy hétben visszatekintve a videónkat és elgondolkodva dolgokon, ha külsősként néznénk hasonló videókat, hasonló emberekről, biztos nekem is ilyen gondolataim lennének. Istenem, azok a szegény gyerekek. Itt van egy vágás, de folytatja a hölgy. Amint elkezdtek minket többen nézni, a gyerekek izgatottak lettek, és megpróbálták kitalálni, hogy menjen néznék a videóinkat, ha ez meg az történne, és mi pedig csak csináltuk, és a nem olyan rossz állapotból, Mentünk, mentünk, és próbáltuk felülmúlni a sok faktort, hogy minél nagyobb nézettségünk legyen. Ismét van egy vágás, és a gyerekek úgy érzik, hogy ez az, az egész valamennyire az ő hibájuk, de nem, ez nem az ő hibájuk, hanem a miénk szülőként, és jobb döntéseket kellett volna meghoznunk. Többet adhattunk volna nekik, mint amit kaptak tőlünk, de mi úgy éreztük, hogy a lehető legjobb dolgunkat végezzük. Jelenleg családterápián vagyunk, mert szükségünk van rá, csak vissza szeretnénk adni a gyermekeinknek valamilyen normális jellegű életet. Michael folytatja, csak szerettem volna gondoskodni mindenkiről, amikor Heather vág, csak azt akartuk, hogy boldogak legyenek a gyerekek. Sajnos az eredeti videó már nem található meg, és én is nagyon rég láttam, amikor még aktuális volt ez az egész, szóval nem tudom pontosan megmondani, hogy a vágások eredetileg is benne voltak el, vagy ez már csak így az algoritmus kijátszása miatt lett megvágdosva, de a lényeg szerintem így is teljesen átjön. Nagyon sajnálják, hogy lebuktak, és nem kereshetnek több pénzt azzal, hogy megalázzák és megkínozzák a saját gyerekeiket, és nagyon sajnálják, hogy mindenki ennyire ne bántsvirág, hogy nem értékelik az ő beteg humorérzéküket. Mint korábban említettem, néhány alkalommal még megpróbáltak visszatérni, de szerencsére hamar lekapcsolták a csatornáikat, és remélhetőleg a gyerekek is minél jobban ki fogják tudni heverni ezeket a megpróbáltató éveket. Nyilván a Dedeo egy extrém példája a család dolgok sötét oldalának, és szerencsére eddig nem igazán találkoztam hasonló csatornával, ahol kiskorokat ennyire brutális módon kihasználnának és manipulálnának, de mindezen által szerintem a többi példánk mellett sem szabad szó nélkül elmenni. Mert bár a Deo 5 után egy-két klikbét nem is hangzik olyan rosszul, a nagyobb képet megnézve a többiek által alkalmazott manipulációs taktikák is véleményem szerint eléggé gusztustalanok és nem követendőek. És talán a három másik példából még a Lebrancsvándor rosszabb, akik, mint mondottam, egy konzervatív Képet mutatnak magukról, ezzel sokkal jobban manipulálva a nézőiket. Mert legalább az ész és Prince Family esetén én úgy érzem, hogy több esély van arra, hogy még egy valamennyivel fiatalabb néző is realizálhatja magában, hogy azért ez, ez egy kicsit színjáték, akár csak a Kardashian család, és mondjuk a való nem teljesen így néz ki. Remélem, hogy a kedves hallgatóink érdekesnek, vagy talán inkább tanulságosnak találták ezt a mai adást a család vlogok sötét oldaláról. Sajnos ezek a csatornák nem fognak egyhamar eltűnni, de talán a Dedio hoz hasonló pöcegödrök nem találnak közönségre, és további gyermekeknek nem kell hasonló helyzeteket elszenvedniük. Köszönöm mindenkinek, hogy velem tartottak ma, és bárki szerette minket követni, megteheti az Instagramon vagy a Telegram csatornánkon, illetve ha úgy érzi, hogy támogatná az adásunkat, azt is megteheti a Patreon oldalunkon. Ez volt a Szürke Zóna Podcast családblogokról szóló epizódja. Én Dani voltam, és találkozunk következő héten, én már ismét Rezső Társaságában. Sziasztok!